én mozdonyvezető szeretnék lenni elsősorban. Persze van egy másik állás is, amit még szeretnék, az pedig vasúti mérnök. Az is egy nagyon komoly szakma. Ő tervez meg a sineket, méregeti, meg az ilyen fontosabb, ilyen szakmai dolgokat ő csinálja. Meg később az is lehet, hogy még itt is fogok dolgozni felnőttként. Gyere! Akkor biztos benne van minden a hátizsákba? Jó. Előkészítettem a kis pánálat, meg a takarólat. Jó, akkor ebben benne van minden. Csücs be! 4 órakor szoktunk kelni, és ezért, hogyha hétközben Provence, akkor 4:30-kor indulunk. Ha hétvége szombat, vasárnap van a szolgálat, akkor elég 2 óraszával hamarabb indulni, akkor mondjuk egy picit 3:45 körül indulunk, meg akkor 2 órás az út, ilyenkor 2,5 a nagy forgalom miatt az M5-ösen. A kötelező felszerelés, amit nekik vindik el, egy pici hátizsákban van, egy síp, 2 darab toll, van egy vasutas ellenőrzőjük, és van egy kis segédletkönyvük. Ez minden, amit szolgálatba kell vinni, illetve a fehér ing, meg egy cserepóló. Ez egy nagyon pici hátizsákban elfér, és ezzel utazik. Ő ezt elékészíti már előző este, lefekvés előtt. Lassan egyébként, hogy belegondolok, 2 éve, hogy már járunk föl, ugye 1,5 év volt a képzés, és már most 1,5 éve hivatalos vasutasként már szolgálatba jár. A mi részünkről, nekünk, mint szülőknek az a felelősségünk, az a kötelességünk, hogy ezt, amit ő örömmel és szeretetből tud csinálni, meg szeretne csinálni, mi azt biztosítsuk neki. 1948-ban építették meg az úttörő vasút első szakaszát, az a Széchenyi-hegyi végállomástól a mai Virágvölgy állomásig épült meg 3 km hosszban, majd 1949-ben és 1950-ben is épült újabb vonalszakasz, és 1950-re érte el a vasútvonal ezt a közel 12 kilométeres hosszát. 1990-ig úttörővasút néven üzemelt, 1990-től pedig gyerekvasút a vasútnak a neve. Az üzemben tartó az pedig mindvégig a Magyar Államvasutak. Legutóbbi alkalommal a legalapabb infókat tudhattuk meg, hogy mik a szövegek, engedélyadás, és ugye most ezt fogjuk folytatni. Itt tanultuk meg, hogy hogyan kell az engedélyt megtagadni, tehát hogyha nincsen visszajelentés, akkor nem küldhetjük el a követő vonatot. Mekkora az általános fékútávolság, mondjátok? 400 méter! Nagyon jó. 400 méter. Minden tanévben 2-szer indítunk tanfolyamot, egyszer október elején, egyszer február elején. Ezekre 4., 5., 6. osztályosok jelentkezését várjuk. Fontos az, hogy jó tanulók legyenek, orvosi alkalmasságoknak megfeleljenek, illetve az iskola és a szülő is támogassa ezt a kérésüket, hogy ők gyerekvasutassá váljanak. A képzés egy 4 hónapos képzést jelent, ez heti 1 napos elfoglaltsággal jár, vagy egy péntek délután, vagy a hétvége egyik egész napján vannak az oktatási alkalmak. Ennek vannak tantermi órák között zajló részei is, illetve a hétvégi alkalmaknál az egész napos tanfolyami helyszíni bemutatók itt a gyermekvasút vonalán zajlanak. Vannak vasutasabb tantárgyak, mint például a vasúti jelzések, vasúti forgalom, távközlő és biztosító berendezések, de ezen kívül tanulni kell kereskedelmi ismereteket, illetve a környék látnivalóival foglalkozó helyismeret nevű tantárgy is van. Van egy tankönyvünk, ez az összes tananyagot magában foglalja, egy tankönyvben van mind az 5 tantárgynak a tananyaga. A tanfolyam végén le kell vizsgázni, és a sikeres vizsgákat követően lehet majd szolgálatba állni. Akkor is az első 5 szolgálat az tanulószolgálat lesz. Olyankor tapasztaltabb, idősebb, gyakorlottabb gyermekvasutas társaik mellé kerülnek beosztásra, és ha ez az 5 tanulószolgálat jeles vagy jó eredménnyel zárult, akkor lehet önálló szolgálatba is beosztani a gyerekvasutast. A tanév ideje alatt körülbelül olyan 15-17 naponta esik a sor egy-egy gyerekvasutas szolgálatára, így egyaránt van benne munkanapi és hétvégi alkalom is. Először nagyon nehéz volt nekem, ugyanis nem értettem az egészet, hogy mi ez az egész, meg hogy van ez, vagy csak ez egy vicc. És aztán később, mikor már mondták, hogy majd jön a vizsga, amin ha átmész, átmész, ha nem, akkor meg vissza kell jöjjél még egy pár hónapig. És hát itt nagyon megijedtem, és kicsit ráturbóztam, hogy azért legyen
valamennyi tudás is, mert először nem annyira figyeltem, de aztán rájöttem, hogy ez azért nem egy vicc, hanem ez rendes, komoly munka. Ugyanis a vasút veszélyes üzem. Szolgálatcsoport, vigyázz! Lépés, indulj! Egy, 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 kettő, egy, 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 kettő, egy. Anyukám a Facebookon megtalálta ezt a hirdetést, hogy gyermekvasutasokat keresünk, és hát így is lettem pontosan gyermekvasutas. Olyan 2 éves lehettem, mikor apával már kijártunk ugye a vasútállomásra vonatokat nézni, és ez már önmagában nagyon jó volt. Volt még az is, hogy mozdonyt vezethettem, persze nem én vezettem, hanem csak ott voltam ugye a mozdonyvezető mellett. Aztán később, már mikor kicsit nagyobb bacska lettem, apukámmal ugye jártunk ilyen vasútmodell kiállításokra, úgymond, és hát nagyon megtetszett nekem ez a vasútmodell, meg ugye érdeklődök is a vonatok iránt, ezért hát egy jó nagy beruházással csináltunk apámmal, vagy apukámmal egy terepasztalot, és hát azon van nekem sok vonatom, mozdonyom, és azok így ott szeretek velük eljátszogatni. De miért szereted a vonatokat? Hát, ezt igazából nem is lehet nagyon megmagyarázni, ugyanis ez egy belső ösztön, hogy te szereted csinálni, jó ez neked, meg ilyenek, ahogy gurul a sín, zakatol. Ez élvezet, úgy, tehát egy élvezet ezt úgy csinálni, meg hallgatni. Jó napot kívánok! A gyermek hány éves? Neki nem kell jegyet. Benne. Egy felnőtt oda-vissza? Én tájékoztatom az utasokat a vonatok menetrendjéről, jegyeket adom ki, pénzzel bánok az állomáson, és így igazából ezek. Te ezek szerint nagyon jó lehetsz matekból. Hát, 4-es. De neked ez nem okoz gondot, hogy összeadni, gyorsan visszaadni, hogyha kell? Nem. Nem. Szereted egyébként ezt a beosztást? Nem, igen. Igen. Mi lehet ennek a szépsége, hogyha ezt meg lehet fogalmazni? Hát, nem tudom, szeretek úgy a utasokkal kommunikálni. Amit nektek jár, ezt hogy viselitek, ennek mennyire örültök? Hát ezt mi nagyon örömmel fogadjuk, hogy minket tisztelnek a utasok is, és mi ezáltal mi is tiszteljük őket, és nagyon örömmel vesszük, hogy minket sztárnak tartanak. Naplózó vagyok hülyeségállomáson, az a feladatom, hogy ugye a vonatokat elindítsam, illetve fogadjam, amikor megérkeznek, illetve a naplóba ezt mind dokumentálni kell. A világon ez a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi szolgálatot gyermekek látják el, és 2015-ben ezzel be is kerültünk a Guinness rekordok könyvébe, mert bár a világon van sok, illetve több gyermekvasút, itt Európában is a németországi, oroszországi területeken több is működik, de ha lehet azt mondani, a miénk a legkomolyabb a világon, meg még azt is hozzá kell tenni, hogy egész évben folyamatos üzem van, tehát csak a szeptembertől áprilisig terjedő időszak van az, hogy a hétfői tanítási napokon nem járnak a vonatok. Egyébként télen is, és minden évszakban közlekedünk. Ma zárfékező vagyok. Az azt jelenti, hogy a vonaton végzek el szolgálatot,
és a kocsi legvégébe vagyok. Mikor? Ugyanis a két végállomáson azt a feladat, hogy a zárfékező kart betekerjem és kitekerjem, miközben a mozdony körül jár. Mire számít ez veszélyesnek? Hát veszélyes azért, mert ugye, hogy ha elgurul ugye a kocsi, tehát miközben nincs rajta a mozdony és nincs behúzva, elgurulhat a kocsi, és akkor baleset is lehet ebből. Akkor neked nagyon kell figyelni. Igen. Figyelni kell, hogy ki is betekerjem. Mert ha mondjuk betekertem, de nincs kitekerve, akkor nem tud elindulni a vonat, mert ugye fékezi a kerekeket. Okay. Panoráma left hand side! Egy eladással is foglalkozok. Ez egy ilyen úgymond napló, amiben vezetjük, hogy mennyit adtunk el, meg a jegyárakat, meg ilyeneket. És akkor mutatnám is, ide fölülre beírjuk azt, hogy milyen hónap van, milyen év, hanyadika van. Ide beírjuk, hogy egy darab jegyvizsgálókulcs. Itt van a jegyvizsgálókulcs, egy darab. Az megvan, és egy darab menetrend. És a menetrend is itt van, ilyen a menetrend. Ezek, hogyha végeztünk, ide nekünk már előre be vannak írva a jegyeknek a száma, hogy hány darab van belőle, és mi ezt nekünk újra meg kell számolni, hogy biztosan annyi-e. Én ezt most megszámolom. Ez 22. De rendben van? Igen. Mindenképpen az az egyik kiemelt célunk, hogy a vasutas utánpótlás nevelésben jelentős szerepet vállaljunk, hiszen jó szakemberekre mindig szükség van a vasútvállalatnál. Ezen kívül nyilván turisztikai szempontból is van ennek a kisvasútnak elég jelentős szerepe a budai hegyek nevezetességei elérésekor. Illetve azt se felejtsük el, hogy az itt lévő gyerekeknek ez egy hosszú, folyamatos élményt jelent az a 4-5 év, amíg itt szolgálnak, és biztos, hogy egész életükre meghatározó élményekkel térnek haza. Úgy tudom, hogy te már a legmagasabb munkabeosztást is bírod, tehát hogy azzal is rendelkezel. Igen, igen. 25 szolgálattól ugye lehetünk rendelkezők. Az azt jelenti, hogy ugye az állomásfőnök alatti gyermek, ugye aki hát szinte az állomás jobb keze, aki irányítja a vonatokat, jelzőt kezel, állítja a váltót, a állomáson a forgalmat szabályozza. Hát őnek egy nagyon fontos beosztása van, és én ezt már voltam. Tehát itt a rendelkező tulajdonképpen egy főnök, nem? Igen. Ő irányítja a többi állomási dolgozót. És akkor neked ez ment, hogy mindenkinek igen, meg igen. tudtad mondani, mit kell meg csinálni? Meg tudtam csinálni, igen. Személyvonat indul Széchenyi állomásra 10 óra 10 perckor az első vágányról. A vonat minden állomásra és megállóhelyen megáll. Kellemes utazást kívánok! Én tájékoztatom az utasokat, hogy mikor indul a vonat, hogy tolatás van, hogy igazából hogy milyen vonat indul. Igazából ez a hangos bemondó feladatköre. Ez a hangos bemondó, bár a rendelkezésbe tudnám mondani, de most úgy döntöttek, hogy ide raknak engem, és akkor igazából ez majdnem minden állomáson megtalálható. És legtöbbször a rendelkező feladatköre, de hogyha túltengés van a gyermekosztások között, akkor raknak be hangos bemondókat is. És ezért én szoktam itt tájékoztatni mostanában az utasokat. Imádok igazából az utasok körül lenni. Én igazából nem is szeretem annyira ezt a műszaki részét. Én inkább az utasokkal szeretek törődni, ez általában a pénztár, vonat, értékcikk, tehát hogy igazából ezeket szeretem én nagyon. Először akkor láttam meg a Gellértet, amikor az első szolgálatom lett volna, de én lebetegedtem, és a Dani egy állomáson volt a Gellérten, és mama azt mondta, hogy mindegy, hogyha beteg vagyok, menjünk el egy kis sétára, és menjünk fel az állomásra. És én igazából ott láttam meg először, aztán így elkezdtünk beszélgetni, és egy idő után nagyon jóba lettünk egymással, mindig egymás mellé ültünk, és igazából tök jó volt, nagyon kedves a Gellért, úgyhogy tök jó. Csak barátok is vagytok tulajdonképpen? Igen. Lehet ezt mondani, hogy barátok? Lehet ezt mondani, szerintem teljes mértékig. Én nem régóta vagyok itt, de szerintem barátok vagyunk. A Gellért szerintem amúgy egy nagyon vicces ember, és én nagyon szeretem azokat a férfiakat, akik viccesek, úgyhogy én
Vele én tudok nagyon jól beszélgetni szerintem, úgyhogy nem, én általában nem szoktam annyira a vasútról beszélgetni senkivel igazából, én csak a hely miatt vagyok itt, nem csak a vasút miatt szárazon, úgyhogy én általában nem csak a vasútról szoktam vele beszélgetni, hanem minden másról is. Itt sok barátság alakult ki, meg ez az egész csoport egy összetartó csoport. Persze nem csak itt szolgálunk, hanem vannak ilyen programok, mikor elmegyünk ide-oda kirándulni, együtt vagyunk, jól érezzük magunkat. Vannak ilyen csoportprogramok, ezek ilyen összetartó, hogy a közösség is összekapcsolódjon, és mindenki barátja legyen mindenkinek. Minden évben a tavaszi és a téli szünetben is egy-egy többnapos kirándulásra elmennek, de vannak olyan programok, amikor az összes gyerekvasutas találkozhat, és valami közös nagy játékon, akadályversenyen, vagy akár színházi előadáson vesz részt, és ott mindenki együtt vesz részt ezeken a programokon. Itt a Hűvösvölgyben van a gyermekvasutasok tábora is, 1962 óta létezik ez a tábor, és nagyon nagy büszkeségünk, hogy idén egy új szállásépületet avathattunk föl, ahol már több mint 160 gyermekvasutas tud egyszerre akár egy kéthetes táborozást eltölteni. Idén egy létszám rekordot értünk el, mert 700 gyermekvasutas volt a nyár végén állományban, tehát 700-an rendelkeztek a szükséges vizsgákkal. Otthon, az iskolában szoktál erről beszélni másoknak? Hát szoktam beszélni, és nagyon is dicsérnek, hogy hát én egy nagyon komoly munkát végzek, és hát nagyon sokan dicsérnek engem. Én vagyok egyelőre az egyedüli és legelső gyermekvasutas itt Hódmezővásárhelyen. Hát szerintem ez erre büszke lehetek. Vasutunk a hegyekben, szebbnél szebben vezet át. Állomásai is nagyon szépek, és érezzük a virág illatát. A szolgálatot gyermekek látják el, 10-14 éves kisgyermekek, pénztáros forgalmi is csaváltó kezelő, Budapestnek legjobb tanulói.